Több mint 150 egykori dolgozó elevenítette fel a 80 évvel ezelőtt megnyitott tatai cipőgyárban töltött évek emlékeit. Az egykori gyár területén szerveztek családi napot, ahol hosszú évek után újra találkozhattak a régi munkatársak, barátok. Molnár László 1979. februárjában vette át a gyár irányítását, és egészen 1993-ig a gyár bezárásáig volt vezetője. Egy Tóth Gyula nevezető vállalkozó kedvű és nagyon jó szellemű cipőgyártó vállalkozott arra 1938 táján, hogy figyelemmel a háborús készülődésre bővíti az üzemét. Neki már akkor megvolt egy kicsi cipőműhelye, és akkor megvette ezt a felső területet, ami a Rozgonyi utca felől van. A Rozgonyi utca 16 volt az eredeti és mindenkori címe a cipőgyárnak, a Fölső utcai bejárat, mert ezt a Zsigmond utcai részt később vásárolták meg. És akkor kezdődött tulajdonképpen a gyártás. Először csak félmechanikai cipőgyártás, szeges cipő, bőrtalpas bakancsokat készítettek, ugye hadi megrendelést kapott a cége. Nagy öröm az, hogy az valamikori dolgozók, itt épp az előbb egy olyan hölgyel beszéltem, aki itt kezdett dolgozni 18 évesen, és innen ment nyugdíjba, az egész életét ebben az udvarban élte le, az életének egyharmadát a sok-sok munkaórával, és nagy-nagy szeretettel emlékezik vissza azokra az évekre. Az ő fiatalsága, az élete dereka ebben az udvarban, ezekben az épületekben zajlott, és teljesen természetes, hogy nagy-nagy nosztalgiával, szerető visszaemlékezéssel jöttek ma el, hogy találkozzanak egymással és visszaemlékezzenek ezekre az esztendőkre. Úgyhogy szívből gratulálunk a cipőgyári dolgozóknak ehhez a 80 éves születésnaphoz, de ahhoz egyáltalán, hogy Tatán ilyen hosszú ideig ez a cipőgyári tevékenység és cipőkészítés mestersége ilyen szépen fönnmaradt.